Főszerepben Jack Lemmon, Zente Ferenc és Walter Matthau, Kristóf Tibor. Haver, haver! További magyar hangok. Cseh Németh Lajos, Tóth Judit, Csankó Zoltán, Kocsis Marian, Forgács Péter, Tallós Rita, Imre István, Láng József, Cigány Judit. Magyar szöveg Fodor Zsuzsa, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Gáspár Tamara, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Zene Lalo Schifrin. Fényképezte Harry Stradling. A forgatókönyvet írta Billy Wilder és I.A.L. Diamond. Rendezte Billy Wilder. $50 millió telekcsalási botrány ügyében folytatott bűnvádi eljárás elakadt, mert az egyik tanú az 59 esztendős Leopold Schuster saját otthona előtt bombamerénylet áldozata lett. A másik két tanút, Barney Pritziget és Rudy Disco Gambolát, akiket a vád tanúiként hallgatnak ki és mentelmi jogot kaptak, az államügyész utasítására közvetlen rendőri védelem alá helyezték. Most pedig a várható időjárás Dél-Kaliforniában. A várható legmagasabb hőmérséklet a tengerparton 30-32 fok. A sivatagos részeken 36 fok. San Bernardino és Pomona területén smogriadót rendeltek el. 3 darab $1. Egyszerre csak egyet. Mi lesz már? Nyissa ki! Nyissa ki, hallja! Tessék! Barney Pritzig? Miért érdekli? Jobbris százados vagyok. Az államügyész megbízásából jöttünk, mi leszünk az óvóbácsik. Na végre! Tessék, uraim, jöjjenek be! Höstelem, de a te értése az újságért sem mertem kimenni. Na nézzük, mi van itt. Reggeliztek már az urak? Igen, köszönj. Hát csak rajta. Muffin, biztosítsd az ajtókat és az ablakokat. Légmentesen lezárni, mint Fort Knoxban. Garcia, te végigmész a padlástól a pincéig. Nézd be minden rötyiben, minden egyes ágy alá, minden függöny mögé. Jacobi, te kimész és őrzöd az udvart.
És a garást, meg az utcát is. Mondja. Pricig úr, ez a kandalló valódi, vagy csak dísznek van? Nem akarom, hogy a Mikulás bepottyancson valamit. Mondott valamit, Pricig úr? Pricig úr! Cián Káli. Miközben a második áldozat a 71-esztendős Barney Pritzig temetési szertartása zajlik, az állam történetében az eddigi legszigorúbb biztonsági intézkedéseket foganatosították, hogy megmentsék az utolsó tanú Rudy Disco Gambola életét, aki nagyon is sokat tud. A híret gangster biztos rejtek helyen várja, hogy ma délután 14 órakor tanúvallomást tegyen a Riverside-i megyei bíróság előtt. Az értéktőzsdén a... A hátsót is. Természetesen. Tele kérem. Már is. Pólómenteset. Rendben van. Megmostad a kezed? Uh-huh. Egy pillanat! Ne haragudjon, de hánytam. Gyomoridegesség. Pszichoszomatikus. A feleségem miatt. Külön váltunk. Csütörtökön lesz 3 hónapja. Viszlát. Ha. Szabad a pálya. Gyerünk. Igen is. Az lesz a dolgunk, hogy biztosítsuk az utat a kocsitól a bejáratig.
Hol rejtegetik ezt a Gambola nevű tanút? Mikor hozzák ide? Vedadban 7 az 5-höz, hogy mire tanúskodna, nem lesz életben. 2 tanút már elvesztettek. Miből gondolják, hogy ezt megúszza? Na jó, nem hallgatnának el egy percre? Tudom, mi a véleményük a zsarukról, hogy egytől egyig mind hülye és csak lövöldözni tud. Lefogadom, imádnák, ha ezt is elszúrnánk mi. Hát nem szúrjuk el. Lebzseljenek csak nyugodtan, mert ma 2 órakor Gambola kipakol. Ezt garantálom. Na, van még egyéb kérdésük? Nem érek rá. Tessék? Trabukkó névre foglaltattam szobát. Ó, hogyne, Trabukkó úr. Ön ugyebár a főtérre néző szobát kérte, nem túl magasan. Pompás szobánk van önnek, volna szíves kitölteni. Meddig szándékozik maradni? Majd meglátom. Háromhatvanegyes. Hagyd, majd én. Erre tessék. Először jár Riverside-ban? Üzletember? Nemrég komputeres szakemberek tartottak itt kongresszust. Szép dolgokat mesélhetnék. Azt a vedelést, kurvázást, fűszívást. 3 pucér kurvát úgy csempésztek ki a mosoda csúszdáján. De látom, untatom. Jó napot. Mit adhatok? Mennyit parancsol? Iszonyú nagy ma a nyuzsi odalent. Ott a fürdőszoba, a WC pedig ott. És ez meg a légkondicionáló kapcsolója, de momentán nem működik. Ha szüksége lenne bármire... Semmire sincs szükségem. Hívassa Eddit. Fönt mindenki a helyén van? Hallanak engem odafönt? Igenis, százados. Jól van, gyerünk, fiúk! Gyerünk! Futólépésben! Mindenki a helyére! Központ, kérek egy távolsági hívást. Köszönöm. Halló, Mr. Green. Ó, Mr. White. Mr. Brown-nal szeretnék beszélni. Halló, Mr. Brown, itt a fogorvosa beszél. Minden a terv szerint alakul. Most itt vagyok a rendelőben. Megnéztem a röntgenfelvételt, s attól tartok, újra kell tárgyalnunk az anyagiakat. Igaz, hogy a 3 rossz fogra szólt az árajánlatom, de sajnos nem tartható. Az első 2 egyszerű húzás volt. Ez viszont gyökérkezelés lesz. Úgy satszolom, legalább még 1-10-es. Viszont tudja, hogy primán dolgozom, pontosabban, ha nem, maguk kitapossák a belemet, igaz? Szóval mi legyen? Dolgozzak, hogy meggondolták, és lemondják a 2 órás előjegyzést. Oké, akkor munkába veszem. Viszlát, Mr. Brown. Thank you.
Meddig marad nálunk, Mr. Clooney? Attól függ. A feleségemtől most épp egy barátjánál lakik. Uh-huh. Vagyis hát a házi barátjánál. 359-es. Érezze jól magát. Azon leszek. Először jár Rivers Side-ban? Igen, most jut eszembe, nem. Egyszer átutaztunk a feleségemmel. Palm Springsben voltunk, Nászúton. Na persze, ennek már 12 éve. Ez volna az. Szép, csendes kis szoba. Félre első helyen, távol a világ zajától. Pont ilyenre van most szükségem. Na. Itt a fürdőszoba, a WC ott van. A légkondicionálás évek óta nem működik. A nevem Eddie. Ha szüksége volna bármire... Jó, hogy mondja. Hozom fel egy ibrik jeget, kérem, és két poharat, de nekem nem műanyagot, két olyan szép, hosszúkás üvegpoharat, legyen szíves. Megnézem, mit tehetek. Ah, köszönöm. Kihunyt a tűz, vagy ízzik még a parázs? Kihunyt a tűz, vagy ízzik még a parázs? Központ, egy városi vonalat legyen szíves, köszönöm. Remélem, ízzik még a parázs. Kapcsolat, legyen szíves, Mrs. Clooney-t, Mrs. Victor Clooney-t magánügyben. Cecilia? Szervusz, fia, én vagyok az. Ne tedd le! Nem, itt vagyok Riverside-ban, a Ramona Hotelben. Úgy szeretnélek látni. Mi? Hogy? Lehet, hogy neked nincs miről, de nekem van. Nézd, én csak annyit kérek, hogy gyere fel egy fél órára. Olyan borzalmasan sok neked az anyám, vagy fél óra. Mi az, hogy az orvosod nem örülne neki? Én meg a férjed vagyok az Istenét. Azt találsz, mafu? Csak nem azt akarod mondani, hogy idáig eljövök, és te meg itt így akarsz véget vetni 12 év házasságnak. Nézd, én nem vagyok se büszke, se bosszú álló, hajlandó vagyok mindent megbocsátani. Nekem pokol az életem, amióta elmentél. Szilja, én két összetolt széken alszom a nappaliban. Nem bírom látni se az ágyunkat. Szilja, kihúnyt a tűz, vagy izzik még a parázs? Szilja. Nem mondta semmit, Szilja? Mi az, hogy nincs az az Isten? Hát próbálj megérteni, Szilja, egyszer a legvastagabb kötél is elszakad. Szilja! Isten veled.
Uram, én vagyok az, Eddie, a Londiner. Te jó Isten! Hé, uram! Nem történt baja? Be lehet elzárni. Hé, mi az Isten művelnek itt? Fel akarta kötni magát. A pasas bejelentkezik, jeget hozott, meg pesgős poharakat. Az ember azt gondolná, egy kis prüttykölése készül erre. Várjunk csak, kit hív? A portát, hogy hívják a zsarukat. A zsarukat? Minek? Nem halt meg. Törvény van rá, hogy jelenteni kell az öngyilkossági kísérleteket. Verd ki a fejedből, más dolguk is van a zsarukra, különösen ma. Ez egy jó hírű szálloda. Épp ezért nem kell ide csődíteni a hekusokat, hogy hülye kérdéseket tegyenek fel. Akkor szólok az igazgatónak. Isten szerelmére, ne szóljon senkinek. Azt hiszi, ennek a szegény nyomorútnak nincs elég baja. Nem zsarukra van neki szüksége, hanem megértésre, emberi melegségre. Szilvia. Fogja, szárítsa meg a haját és tartsa a száját. Tűnés. Ahogy parancsolja. De tartsa rajta a szemét. Újra megteszi. Mind ilyen. Tudom, egyszer én is kipróbáltam. 12 év után egy fél órát is sajnál rám. Egy nyamhat fél órát. Nem találkoztunk mi már? Dehogy ne, a benzinkútnál. Ja, persze. Mi baj a fürdőszobákkal? Ha meglát egyet, kidobja a tacsot, vagy öngyilkos lesz. Sajnálom. Miért csinálta? Tetten érték kasszafúrás közben? Üldözik, vagy halálos betegség? Rák? Halálos szerelem. Szerelem? Egy maca miatt tette? De kérem, Szilja, nem maca a feleségem? Pontosabban a második feleségem, az elsőt ő miatt hagytam el. Mindent ott hagytam. A három gyereket, a házamat, a biztosításomat, meg a bankbetétemet is. Meg a két kocsit, meg a videómat. Most meg Szilja hagyott el engem. Kínos. Valami obszkúrus orvos, doktor Zuckerbrot miatt, aki ezt a
Kéteskedénkát vezeti. A szexuális beteljesülés klinikája. Az meg mi a fene? Egy nagy svindli. Szemfényvesztés. Szilja oda megy nyomozni. Miért? Az FBI-nál dolgozik. Dehogy a CBS-nél anyagot gyűjt nekik, ismeri a 60 percet, műsort akartak csinálni arról a kupiról, aztán már haza se jött többé. Bedőlt annak a kuruzónak, fakedén hagyott. Ott hagyta az állását, én meg idegösszeomlást kaptam, és gyomorfekét. De ez mind benne van a búcsú levelemben. Nem akarja elolvasni? Nem. Figyeljen, tőlem felkötheti magát, ha akarja, menjen ki a természetbe és keressen egy fát, de nekem itt ne rumlizzon, én dolgozom a szomszéd szobában. Vízbe folytattam volna magam, de elzárták. Ide figyeljen, ha még egyszer lesz pofája megzavarni, én a puszta kezemmel folytom meg. Az is egy megoldás. Nagyon megnehezíti nekem, hogy megszeressem magát. Az már megint. Van egy ötletem. Igen? Hívja fel maga. Kicsoda? A feleségemet. Mondja meg neki, hogy majdnem meghaltam. Itt a száma. Nem is ismerem a feleségét. Mondja azt, hogy a barátom. Nekem nincsenek barátaim. Mondja meg neki, hogy egy hajszálon csüng az életem, és hogy azonnal jöjjön, amíg nem késő. Nézze, én nem érek rá telefonálgatni magának. Nagyon sok a dolgom. Úgyhogy legyen szíves, szálljon le rólam, és ne nyaggasson, jó? Ezt úgy értsem, hogy nem akarja felhívni? Nem. Jó. Jól van. A játszmának vége. Miről beszél? Ha nem hívja fel, akkor újra megteszem. Igaz? Újra és újra. Van borotapengém, meg altatóm is van. Zsebkendője nincs. Zsebkendőm? De van. Mik az magának? Mindent ellenőriztek? A tetőket, a csatornákat, a légiforgalmat? Igenis. Na nézzük. 12:20. A terv a következő. Pontban egykor lezárjuk az utakat. Igenis. Valószínűleg meg fogják próbálni elterelni a figyelmünket. Akárhány rohadt bombát robbantanak is a szomszédban. Senki nem mozdul a helyéről, világos? Oké. Okay. Jó. Madárles 1 hívja Madárles 2-t. Hogy van a kanári? Rémán. Tartsátok jégen. Pontban 3:42-kor felcsípjük. Végeztem. Háromkor. Jó, addig még lezongozom. A szobarány vagyok. Jöttem feltörölni. Madre de Dios! Ay, Dios mío! Madre de Dios, oh Dios mío, agua todo el piso, Jesús y Mary. Oh. Hát kell ez nekem azért a pár dollárért. A vendéglátóiparban dolgozunk a férjemmel, partikra főzünk, mexikói vacsorákat. Guacamole. Quesadillas, chile rellenos, frijoles, tortillas, tamales, burritos, enchiladas. Fejenként összvíz, 2 dolcsinak. Az anyósom süt főz. Mi ketten a férjemmel felszolgálunk. Felipe fiunk beparkol a kocsikkal, 2 unokatestvérünk az apjukkal, a mariachi együttes.
Úgyhogy, ha egyszer partit akar rendezni, benne vagyunk a szaknéksorban. Tijuana Gormé néven. Meg tudja jegyezni, uram, vagy inkább írjon fel? Na. Na várjon, segítek! Jó mulatást! Művel ott mi? Maga teljesen megőrült? Nem, ellenkezőleg. Nagyon is jól tudom, hogy mit teszek. Jöjjön vissza! Többé nem kötözöm meg, megígérem. Tudom én azt miért tette. Azért lett maga a jó ember. Nem akarta, hogy kárt tegyek magamban, igaz? Jöjjön vissza! Jesszusom, mennyi zsarú, még meglátják magát. Annál jobb, csak hadd lássanak meg. Maga hold kórosban. Itt addig itt maradok, amíg nem hozzák ide Szilját. Ha nem hozzák ide, leugrom. Jöjjön csak ide, beszéljük meg ezt a dolgot. Nem magával akarok beszélni, hanem a feleségével. Jó, rendben, nem bánom, felhívom, ide szervezem, oké? De előbb mászom be. Előbb hívja ide, aztán majd bemászom. Hol van az a rohadt szám? A szobámban, a prospektuson, oké? Okay? Hé, hadnagy, egy pasas mászkál a párkány. Hol? A harmadikon, látja? A jobb szélső ablaknál. Megyek, megnézem. Hogy is ne? Ez figyelemelterelés. Megmondta, hogy senki sem mozduljon a helyéről. Egy városi vonalat. Hé, psz, mi a neve? Szilja. Szilja Clooney. Dr. Zuckerbrot klinikája, örömmámor szakrendelés. Miféle baromság ez? Na kapcsolja nekem Mrs. Clooney-t, de gyorsan. Mrs. Clooney-t? Ő most ultrahangos stimuláción van, nem szabad zavarni. Nagyon sürgős, az Isten áldja meg. Életről, halálról van szó, ne szórakozzon. Hogy maga milyen rámenős, uram? Tudja mit? Kapcsolom magát Dr. Zuckerbrotot. 87. 88. 112. 119.
Tessék, cukerbrót. Még egyszer legyen szíves. Tessék? Gyorsan beszél, kérem. Jó, megpróbálom lassabban. Itt van egy Clooney nevű pofa. Kinnál a Ramona szállópárkányán, és azzal fenyegetőzik, hogy leugrik, ha nem láthatja a feleségét. Nem ismerem azt az urat. Mit mondott? Mi a neve? Mr. Clooney? Igen, akárcsak Mrs. Clooney-é. Tudja, az a spiné, akit elvarnyúzott. Ez igazán mellékes. Semmi szín alatt nem engedhetem meg, hogy találkozzanak. Ez szabályos érzelmi zsarolás. A leghatározottabban megtiltom, hogy engedjen neki. Mr. Clooney-nak pedig azt tanácsolom, ugorjon! Várjon egy kicsit! Hé, Doki! Na, mi van? Hello, Mrs. Clooney! Oh. Elmondta a doktor úr, mi a helyzet? Igen, azt hiszem, komolyan gondolja. Szóval igen, köszönöm, tudtam, hogy megteszi. Maga tényleg fantasztikus nő. Na? Hajlandó találkozni magával. Ó, oh, Szilja! Becsó? Miért hazudnék? Másszon be! Mit mondott? Mikor jön? Hozzatok frissjeket. Ne fáradjon, azt kérte, hogy maga menjen el hozzá. Oh. A semminél ez is jobb. Na, persze, szerintem is. Nyugi, nyugi, csigavér, majd én odaviszem. Ó, igazán, ne fáradjon. Szüksége lesz erkölcsi támaszra. Nem akarom feltartani a munkájában. Adja csak, azt hiszem, bele fog férni, csak ki kell lépnünk. Hadd már csak inked, egy perc és itt vagyok. Cecilia, Cecilia, jellemző, nincs víz. Cecilia, Cecilia. Na, indulunk? Mindjárt kész vagyok. Oh, elviszem ezt a virágot is. Nem árthat. Egy mázli, hogy maga volt itt, amikor felkötöttem magam. Tudja, hogy mondják? Az idegenek jósága. Jól van, induljunk. Igaz, igaz. Ígérem, hogy soha többé nem fogok alkalmatlankodni. Azt tuti. Mit csinál itt ez a ménkősok rendőr? Herdálja az adófizetők pénzét. Ha? Vigyáznak valami istenverte vamzerre. Ja, persze, persze. Mondták is a híradóban. Na, nézzük csak. Ki kell keveredünk a városból, aztán kb. 7 mérföld Elsinore felé. Kérdezhetek valamit, izé? Melyik a nevét sem tudom. Trabucco. Ah, Trabucco. Hát ez még miféle név? Az anyám török volt, az apám pedig brazil. Detroitban születtem. Komolyan? Ha mondom. He. Volt már házas ember, Trabucco úr? Egyszer, de megszabadultam tőle, most magánzó vagyok. Ah, miért szabadult meg tőle? Azért, mert púp volt a hátamon. Az idegeimre ment.
Folyton zavart a munkámban. Igen, van ilyen, ezt ismerem. Milyen vonalon dolgozik? Rovart írtok. Hangyát, svábogarat, megtermeszt? Eféléket, permettel, méreggel, puskával. Termeszre lövöldöz? Görényre, görényre lődözök. Meg borzra, patkányra. Valakinek ezt is kell csinálnia. Cecilia, Los Angelesben él? Nem okvetlenül. Ó, én igen. A tévénél dolgozom. A CBS-nél. Ott ismerkedtünk meg. Na fene. Hogy mondom, a jogi osztályon kezdtem, most a minőség ellenőrzésen vagyok. Egy szóval cenzurázok. Mindent el kell olvasnom, minden képkockát megnézek. El se hinném, mit be nem csempésztek ezek az úgynevezett alkotók. Csupa szex, meg erőszak. Ilyen a világ, csak körül kell nézni. Lehet, de akkor se hagyja magam csőbe húzni. Épp a múlt héten jött be 3 új show műsor. Mindegyikben volt legalább egy lány vizes pólóban. Csak nem. Semmi kifogásom egy kis dekoltás ellen a jó ízlés határain belül, de a ciciket nem tűröm, nem és nem. Pedig mindenkinek van. De nem főműsor időben. Karácsony este volt egy vígjátékunk. Tudja, hogy hívták az egyik szereplőt? Senyor Cojones. Igen? És miért baj ez? A Cojones spanyolul herregolyó. Úgy van. Biztos, hogy jó irányba megyünk? Bízza rám. Sunnyvale? Arra csak szikla van, meg kóró. Erre rövidebb. Mindjárt ott vagyunk. Ha? Igazán? Megint én meg a gyomrom. Ne izguljon, primán elintézi. Az az igazság, sose tudtam túlzottan bánni a nőkkel. Sose tudtam lehengerelni őket. Minek álltunk meg itt? Ez megfelelő helynek látszik. Mihez? Itt dobja ki a tacsot még mielőtt találkoznak. Igaza van. Jó formában kell lennem. Menjen oda, a szikla mögé. Maga olyan figyelmes. Tiltja a törvény, hogy magánterületen rókázok. Hé, maguk! A maguk kocsia? Miért? Mi van vele? Egy vajúdó asszony szállítunk. De ezzel a tragacsal nem jutunk el a szülészetig. El kéne vinni, rendben? Nem, nincs rendben. Ugyanis az én utasom is borzasztóan rosszul van, igaz? Nem, már sokkal jobban vagyok. Induljunk, mielőtt a hölgy lebabázik. Hát hallhatta, mindjárt lebabázik. Mit fontoskodnak itt? Miért nem inkább a bűnözőket hajkurázzák? Itt lehet hagyni a kocsit? Ugyan, kilopná el! Tuszkolja be a hátsó ülésre! Háttal! Nem messze innen van egy klinika, ott biztos el tudják látni. Kövessen! Hiába akármit mond, az emberek szerintem alapjában rendesek.
Itt van például maga, megmentette az életemet. Most meg egy új életnek segít a világra jönni. Róla nevezhetik el a porontyot, kivéve persze a lány lesz. Bár manapság a lánynak is adnak fiú nevet. Ismertem egy Bruce nevűt is. Első gyerek? Igen. Tarts ki, Jenny, meglátod, minden rendben lesz. Ki lehetted a húst a csomagtartóban? Csicsit, nyugodj meg, ne sír, kisbabám. Papa vesz neked majd madárkát. Hogyha nem fütyül a kis madár. Az első gyerekek kiszámíthatatlanok. Állandóan lehet olvasni, hogy taxiban születnek, meg repülőn, meg buszban, mozgó lépcsőn. Nem lennék meglepve, ha itt a kocsiban kipottyanna. Pofa be! Ennek egy szülőnő van a kocsiban. Aha, helyben vagyunk, a Zuckerbrot klinika. Ezt a bázlit. Várjon, várjon, állja meg egy percet, kérem. Ez valami félreértés, ez egy szexklinika, mi végtermékkel nem foglalkozunk. Bánom is én, vegyék ki a kocsimból. Jó rongyoltunk, jó ember, szeretném, ha tudnál, szóval kösz, oké? Okay? Szívesen máskor is, ugye? Ha a kukucskáló cső eltörik, papa vesz neked majd biciklit. Hervacs Penót. Nézd, de tudom, hogy sietős a dolgod, de nem tartja elképzelhetőnek, hogy bejöjjön velem? Csak egy percre, hogy beszéljen vele, hogy megtörje a jeget. Nem. Igaza van, teljesen igaza van. Meg kell tanulnom a magam lábán állni. Mindig is ez volt a bajom. Nyámnyira. Gáva vagyok. Menj csak erre a pucámban. Azt mondta, egyedül van. Ilyet mondott. Aha, és mondott még egyebeket is. Tessék? Mrs. Clooney-t keresem. A nevét? Victor Clooney. Nem fán a rokona? Hogy én? Én a lehető legközelebbi rokona vagyok. Én a férje vagyok. Hol vanna? Milyen hangosan. A könyvtárban van, de előbb írásbeli engedélyt kell kérnie Zuckerbrot doktortól. Meg mit nem? Ő talán kér tőlem írásbeli engedélyt? Mielőtt elkezdte hűíteni a nem agyát? Jöjjön vissza ebéd után. Nem vagyok éhes. Én viszont igen. Kisfiú! Hé, hey, hurrá, emberek! Apa lettem! Gratulálok, fiam! Hallgassák csak! Bédúr! A csuda nehéz! Tessék, egy kis fű! Köszönöm. Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Kis Elvis! Boldog szüli napot! Dr. Zuckerbrot a szexuális zavarokról. Ami elvezet mai témánkhoz, a korai magömléshez. A korai magömlés azt jelenti, hogy folyton mentegetőznünk kell. Különböző iskolák vannak, hogy hogyan késleltethetjük és őrizhetjük meg az önkontrollt. Van, aki azt tanácsolja, tartsunk egy vödör jeget az ágy mellett, és dugjuk bele a kritikus pillanatban a lábunk ujját. Mások azt ajánlják, hogy gondoljunk valami prózai dologra. Például
Soroljuk fel a hét törpe nevét a hófehérke és a hét törpéből, vagy gondoljunk a társadalom biztosítási számunkra. Elnézést, meg tudnám mondani, hol van a könyvtár? Nem érek rá. Sajnos ereszt a mennyasszonyom. Célia? Szervusz. Viktor, mit keresel itt? Nem te mondtad, hogy jöjjek el? Hogy én? Vagyis ő mondta, hogy te mondtad. Ki az az ő? Gyere csomagba és menjünk haza. Eleget szórakoztál. Mi? Azt hiszed, ez szórakozás? Vedd tudomásul, hogy ez életem legjelentősebb tapasztalata. Hogy mocskos képeket bámulsz? Már hogy volnának ezek mocskos képek? Ez orvostudományi alapkutatás. Jaj, ne csinálj már! Először páfrányokat etetél, aztán bánákkal! Tisztában vagy például azzal, hogy egy nőnek 89 erogén zónája van a testén? Ah, 89. Ezt ki mondta? Az a te törpe doktorod? Az én szememben ő óriás. Még hogy óriás, óriási széhám. Tündet! Úgy látom, Szilja tökéletesen kimosta az agyadat. Még nem tökéletesen. Még csak a negyedik szinten vagyok. A negyedik micsoda? Zuckerbrotnak van egy elmélete a szexuális tudatosságról. A kilencedik szintet csak keveseknek sikerült elérni. És mi van, ha elérik? A tökéletes orgazmus. Jaj, tudtam, hogy ez következik. Fartelem! Amikor megremeg a föld, és megnyílik az égbolt, és elemész a fehéren izzó láng. Ebből elég, nem tudom tovább hallgatni. Én sem bírom tovább hallgatni. Tanulmányt akarok írni a körülmetélés előnyeiről. Na hát, ez már mégis csak sok. Magad be kéne zárni, ettől egyik. De jó ég, ennyi perverz dolog egy Viktor, lakáson! Kérlek! Gusztustalan perverz disztók, állatok! Emberek tanulnak! Na persze, ez a falka begerje, tüzelő szuka, csak a pucérkodás, felnőtt emberek ezek? Korai magömlés! Csönd legyen! Maga pajáca! Bocsássanak meg neki, nagy megrázkodtatás érte! A gyomrom, hol a gyógyszerem? Mit zabáltál már megint? Nem az az érdekes, hanem hogy mi zabál engem! Viktor, tanulj meg uralkodni az indulataidon. Te nem csak a magad, hanem a környezeted életét is megkeseríted. Hiszen te nem is élsz, hanem csak céltalanul lézengsz, vegetálsz, tengsz-lengsz, rontod a levegőt. Ezek melyik szinten vannak? Térészhez, Viktor. Manapság hogy lehet valaki ilyen prűd? Próbálj meg haladni a korral. Hová lett a jegyűröd? Ja, amulettet csináltattam belőle hugónak. Az ki? Dr. Zuckerbrot. A nyakában viseli egy láncon. Az a nyomorús trici az én jegyűrömet viseli a nyakán! Én már úgysem vettem hasznát. Jobb, ha tudod, beadom a vállókeresetet. El akarsz válni? Szilja, mondd! Mi történt velünk? Hová tűnt a varázs, mondd? Hisz együtt éltünk 12 évig. Ilyen sokáig? Hát lehet, hogy nem volt végig egy kémámor, de hébe-hóba volt egy pár jó hetünk. Figyelj, most menjünk szépen vissza a szállodába, jó? Már minden kész. Fogok egy küblijeget, és oda teszem az ágy mellé. Hát ez meg miféle hülye ötlet már megint? Nem az én hülye ötletem, hanem a te hülye doktorod hülye ötlete. Te ügyvéded vagy, az enyém intézze. Nem. Nem? Mire érted, hogy nem? Nem kell ügyvéd, és nem lesz válás. Meg akarod nehezíteni nekem? Azért nem lesz válás, mert egy özvegynek nincs kitől elválnia. Viktor, hagyd ezt az üres fenyegetőzést. Üres fenyegetőzés? Halálom után olvasd el. Virágra ne legyen gondod, ez is megteszi. Nem tudták megmenteni. Vége. Tudom, mit érez. Egy óra, híreket mondunk.
Mint hogy Rudi Diszkogambola hamarosan tanúvallomást tesz a bíróságon, a rendőrség minden esetőségre felkészülve lezárta a városközpontba vezető utakat. A gépjárművezetőknek ajánljuk, választanak más útvonalat. Hajtson fel a forgalmat, hajtson tovább! Gyerünk, asszonyom, hajtson tovább! Ez kérem rendőrségi zaklatás! Én szabad ember vagyok, adófizető állampolgár, és van jogosítványom, és oda megyek, ahova akarok. Hová hajt menni, asszonyom? A Jesse Pennynél vettem ezt a fűzőt, de sajnos szűk. Ki akarom cserélni? Diétára még nem gondolt, asszonyom. Diétára? Miféle diétára? Egy kéthetes kúrára a városi fogdában. Na, lóduljon! Jól van, kérem! Nyert! Jó napot, atyám! Magának is hasonlóképpen, biztos úr. Csak nincs valami gond. Rutin ellenőrzés. Megkérdezhetem, hová tart atyám? Szomorú kötelességemnek kell eleget tennem. Az utolsó kenetet kell feladnom egy haldokló hívőnek. Szegény lélek, alig 40 esztendős. Hiába ilyen az élet. Az úr adta, az úr vissza is veszi. Mert hatalmas az úr és dicső. Úgy van, atyám. Engedd át! Jól van. Áldott légy, fiam. Jöjjön, kérem! Hajtson tovább! Mi a baj, Szilja? Mi olyan borzasztó fontos? Beszéltem vele, és meg fogja tenni. Ki fog megtenni? Mit? Viktor, meg fogja ölni magát. Az az ő baja. Meg a miénk is, ide néz, téged tesz felelőssé. Még mindig nem hiszed el? Bomlott elme. Senki sem fogja komolyan venni. Te nem ismered a 60 perc riportereit. Ha azok rászállnak valakire, azt Mike Wallace kicsinálja. Ki figyel oda ilyen szabáságokra? Csak 50 millió ember, hogy elintézték a sahot meg Dr. Kissingert. Kissingert? Szerintem nem is igazi doktor. Hugo, én mi kettőnket féltem. Nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen. Most, hogy elértük a negyedik szintet. Kérlek, Sanci, amíg még nem késő. Jól van. Hozd a kocsit. Én meghozom a táskámat.359-es. Kérem a számlámat. Ki jelentkezik? Így is mondhatjuk. Öngyújtógázt. Butánt vagy simát parancsol? Simát kérek. Mekkorát? A legnagyobbat. Mennyi van belőle? Vagy egy tucat. Mindet kérem. Az úr erős dohányos, ugye?
Jól van? Remekül. Nem kérek kis meleg pergőt, ha? Mi van a feleségével? Lezárt ügy. Szerencsés ember. Soha többé nem akar látni. Ugyan, a nők, nem kell merre szívni. Volt egy ismerősöm, akinek két szívroham után beépítettek egy olyan izét, egy pacemakert, mire a feleség elvált tőle, mondván, hogy a szerkentyű zavarja a tévé adását. Hogy elutazik? Igen. Csak nem akarom, hogy pocsékba menjen. Nem tart velem? Inkább nem. Tiszta fejre van szükségem. Meg szeretném mondani, mennyire hálás vagyok mindenért, amit értem tett. Maga a legrendesebb ember a világon. Muszáj nekem végighallgatnom itt ezt a bájolgást. De komolyan. 48 éves vagyok, és ezen az egész nyomorult világon egyetlen barátom van. Akit mindössze két órája ismerek. Hát nem szívfacsarok. Azért ne keseredjen. Ó, de hülye vagyok. Mi a baj? Elfelejtettem gyufát venni. Magának nincs véletlenül? Tessék, tartsa meg. Köszönöm. Biztos, hogy egy fél pohárra sem kér? Nem. Búcsúzol? Hová készül? Végzek magammal. Már megint? Igen, de ne aggódjon, nem kell újra a székhez kötöznie, nem itt akarom megtenni. Ez biztos? Beszó. Rendes magától. Most valami olyat csinálok, hogy egy életre megemlegetnek. Biztosra megyek. Fel fogom magam gyújtani. Tessék. Ó, felmászom oda, né? Leöntöm magam öngyújtógázzal, gyufát gyújtok, és... mint egy fákja. Mérföldekről lehet majd látni. Hová akar felmászni? Tűzlépcsőn felmászom a tetőre, aztán leugrom. Hova akar ugrani innen a tetőről? Csapja a 9. szintedől, majd mutatok én neked fehéren izzó lángot. Magának elment az a csörömesze is, adja ide! Senki nem tarthat vissza! Nyissa ki maga elmerodjant! Nem érek én rá a maga baromságaira! Apokalipszis, most! Várjon egy kicsit! Megsérült? Te jó Isten! Jól van, nyugodjon meg. Érti? Oda se neki. Na, jól van, semmi baj, ne izguljon. Nem hagyom magára. Haver. Akkor most indulhatunk Gamboláért. A helikopterek készüljenek fel. Igen is, uram. Hallgatom. McCloskey jelentkezik. Megfigyelt személy kimászott a tűzlépcsőre. Harmadik emelet. Értettem. Ugyanaz lesz, aki az előbb a párkányon mászkált. Kicsoda? Hol mászkált? Odafent mászkált, mint pók a falon, de visszament. Ezt hogy érti, hogy ott mászkált? Igazoltatták? Természetesen nem. Azt mondta, maradjunk a helyén. Mert csak figyelemmel terelés. Jézus ereje! Hát itt már mindent magamnak kell csinálnom! Parkolj be. Fönt találkozunk. Ahogy akarod, srác. A harmadik emeleten mindenki be van jelentve? Igen, uram, valami baj van? Ó, csak az egyik kedves vendégük odakint mászkál a szálloda falán, más baj nincs. Merőben szokatlan. Biztos a 359-es, aki fel akarta kötni magát. Micsoda? Magam láttam. És miért nem jelentette? 359, Victor Clooney. Azaz a szivar. Victor Clooney, hányasban lakik? Maga kicsoda? Dr. Zuckerbrot vagyok, azonnal beszélnem kell vele. Igen, aztán miért? Sajnálom, uram, de az orvosi titoktartás nem teszi lehetővé, hogy bővebben... Jaj, nekem, szóval? Az illető úr kicsit ütődött. Öngyilkos hajlamokkal. 359-es szoba, menjünk. Kérem, amilyen állapotban van, jobb lenne, ha egyedül mennék. Nehogy még őrjöngeni kezdjen. Rendben van, intézkedjen. 359. És mondja meg neki, hogy ne lógjon az ablakban, mert segbe találjuk durrantani. Sajnos konyakom az nincs. Nyissa ki a száját. Nyissa ki a száját. Hozok hideg borogatást, jó? Ja, persze, víz nincs. Mindjárt. Nyugodjon meg, Clooney úr. Jó kezekben van.
Magát ki hívta ide? Orvos vagyok. Gyorsan, húzzuk le a nadrágját. Minek? Adok neki egy injekciót. De miért oda? A feje fáj. Mi tártja bele magát? Na jó, de mégis mit ad neki? Egy adag torazint. Mit? Nyugtatót. Nehogy nekem kiugorjon a mentőből. Miféle mentőből? Be kell vitetnem a pszichiátriára. A pszichiátriára? Törvény van rá. Minden öngyilkos jelöltet be kell vitetnünk megfigyelés célra. Öngyilkos jelölt? Ő? Született vesztes. Egy balfék. Elhagyta a felesége. Ó, igazán? A felesége elbeszélése alapján valahogy jelentéktelenebbnek képzeltem. Valóban? Sőt, meg kell mondanom, nem számítottam rá, hogy ilyen jól fel van szerelve. Ki tárgyalta magával? Maga Clooney úr barátja? Nem, de hogy ma ismerkedtünk meg, egymás mellett lakunk. Nos, ami a házas életüket illeti, arról nem volt sok mesélni valója. Csak mondja. Képzelje, 12 éven át, minden szerda és szombat éjjel óramű pontossággal, s szegény nőnek ennyi év alatt egyetlen orgazmusa sem volt. Ez hazugság! Persze! Mint minden jó feleség, megjátszotta. 12 éven át. Hogy van? Benyugtatóztam. Segíts ráadni a kényszerzubbonyt. Ez meg ki? Mégis mit gondolsz? A férjed. Gyerünk, Doki, még nem is malackodott. Ez ki? Mondd meg neki, te locska, hisz mindent kitálaltál már, hogy milyen voltam az ágyban. Viktor! Mit meséltél még neki? Hogy csalok a keresztletvényben, he? Hogy cukrot opog az étteremben? Hogy 10 éves koromig az ágyba vizeltem, he? Nem, Viktor, hidd el, ezt sohasem említettem. Ágyba vizelt. Ez mindent megmagyaráz. Megölöm, fogjanak le! Mit csinált a legjobb barátommal? Följelentem gondotlanságért. Rossz helyre címezte a bököt. Viktor, mi a javadat akartuk, hidd el. Az én javamat? Diliházba akartatok csukni. Beismerem, hogy hibáztam. De könnyen jóvá tehetjük. Ha volna olyan szíves, és letolná a nadrágját. Hogyis, azt tetszene, mi? Vegyem le a nadrágomat. Maga is leveszi, ő is leveszi. Ismerem ezt. Menage à trois. Viktor, te megőrültél. Maga az elmebeteg, korbácsot érdemelne, hogy lenyisztantsák a micsodáját, és legalábbis deportálják. Hozzád egy új! Itt van, a jegygyűrű. Édes Istenem, te förtelmes! Tudod, mi a te bajod, Viktor? Hogy nem férfinak születtél? Szilvia, én valaha szerettelek. E percben még csak nem is kedvellek. Takarodjatok innen, mert nem állok jut magamért. Remek ötlet. Előadást tartok közös ülés és közös lakás címmel. Hidd ezt is, te folyáta. Visszamehetsz az első feleségedhez. Marcs ki! Hány óra van? Mármint, hogy most? Van már 2 óra. 20 perc múlva lesz. Jézusom! Mi történt itt? Lehúztuk a nadrágját. Kik? Én és az orvos. Minek? Hogy beadja az injekciót. Miért? Összekeverte velem. Magával? Aha. Jézusom, maga barom! Nyugi! Holnapra jobban lesz. Holnapra? 20 percem van, hogy előkészítsek mindent. Mihez? Kávét. Egy erős kávét. Szólok, hogy hozzalak. Zuhanyt. Egy hideg zuhanyt. Nincs víz. Jöjjön. Na. A szobapincét kérem. 361-es szoba. Kérek egy kanna kávét. Nem kell tej, cukor nélkül, forró, erős fekete kávé legyen. Már is jobban van, ugye?
üssön meg. Há? Én magát? Miért? Hisz a barátom. Üssön meg. Ha ez a vágya. Erős ember. Még egyszer. Még egyszer. Fel kell ébrednem. Már csak 20 percem maradt. Rendezvúja van, vagy mi? He? Most figyelj, nem csalok-e. Minden itt... Fiúk, abba hagyni! Ezt még befejezzük. Kezdődik a műsor. Hol van? Tedd ide. Hol van? Na most van meg, mit szólsz? Hé, Gambola! Valafelében van! Pont táncolni van most kedve. Táncol a fene! Csak mozgok, hogy le ne fagyjon a tököm! Gyerünk! Felkészült lelkileg a nagy pillanatra? Őszintén szólva, tele a nadrágom. Van is rá oka, de kitaláltam valamit. Meg fogom menteni a nyavajás életét. Ezt örömmel hallom. Egy önkétes jelentkezzen. Nem maga, Lee. Túl alacsony. Kovalszky talán maga? Jó. Cseréljenek ruhát. Mi a fenének? Ha készülnek valamire, az egyetlen civil ruhát fogják kiplankolni maguknak. Kapizsgáljuk. Á, fineszes. Nekem ez a dolog nem kóser. Hány óra van most? Háromnegyed múlt. Az öngyújtó töltőt. Hol van? Minek az magának? Ide vele. Egy-kettő. Nyissa ki, nyissa már ki, gyorsan! Segítsen! Hé! Ez egy flinta! Mit akar azzal a csúzival? Az utcára akar lövöldözni? Meg akarja ölni a tanút? Maga ölte meg a másik kettőt is? Mi ez itt? Kérdezz, felelek! Maga gyilkos! Adja ide! Azt hiszem, rosszul leszek. Mi lesz már, maga tejbe tök? De hogy megöljön bárkit is! Nem azt mondta, hogy a barátom... Azért? Azt akarja, hogy engem öljenek meg! Ha zsarokért aggódik is, segítek! Egy nyavaját, én azokról beszélek, akiknek dolgozom. Azokkal nem jó újat húzni. Szerződésem van. Ha nem teljesítem, tudja, mi történik. A halászkikötőben végzem, Csalinak fel a prétva, érti már? Pucoljad el innen! Én elbújtatom. A puskámat. Van egy ismerősöm Kolorádóban, akinek van egy síkunyhója. Most úgy sincs síszezon, csak konzervet kéne vinnünk. Tejbetök! Hé, Gambola!
Ezért az öltönyért. Mennyit gomboltak le magáról? Egy olyan 7-800 dolcsit. Kár lenne vérrel összerondítani. Ne izguljon, van még 3 ilyenem. Na jó, van, mondjuk lelővi a pasas, de talán engem is le kell lőnie, mert én is tanul leszek. Mikor lesz ennek vége? Abba se hagyja, míg ki nem írtja az egész világot. Nem hagyná végre abba a nyafogást! Életbe. Azt hiszem, nem leszek képes rá. Nagyszerű. Nem tudom beállítani, nem látok, minden összemosódik. Halott ember vagyok. Nem mondjon ilyen. Ezzel a munkával elég dohányt söpörhettem volna be ahhoz, hogy visszavonuljak ebben a szakmában, ugyanis nem folyósítanak nyugdíjat. Én meg jó belepancsoltam. Már kinéztem egy kis szigetet, tiszta időben, ellátni Tahitiig. Ennyi hiányzott, de ennek lőttek. Figyeljen, ez a manus, akit le akar puffantani, ez kicsoda? Egy csibész, egy gangster. Gangster? Egy sötét besúgó. Én nem tudok segíteni. De imádkozzon egy földrengésért. Én is elintézhetném. Maga? Én, hát nincs vesztenivalóm, és ennyivel tartozom magának. Hogy akarja elintézni? Oda sétál hozzá, elé áll, és végig okádja. Tudok én puskával bánni. Régen egy teljes üveget is eltrafáltam sörétes puskával. Legalább 100 méterről. Jó, csak hogy ez nem sörétes puska, és a táv nagyobb egy pindurkát. És a legkevésbé sem teljes üvegről van szó. Tudom, mit kell tennem. Csak azt mondja meg, ki van-e biztosítva. Micsoda tömeg, mi? Oké, hozhatjátok. Csomó zsalut. Köztük egy civilt. Az ő! Jól van, minden be van állítva. Ha a pasos felír a 8. lépcsőfokra, pling! Ideges vagyok. Az első lépcsőfokon vannak. Második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik. Tűz! Ja, Istenem! Mi a baj? Egy zsarut találtam el. Maga vad, barom! Harmadik emelet, a jobb szélső ablak. Találták ezt a csibészt. Igazi profi lehetett. Aha. Gyerünk! Füstöljétek ki! A tűzlépcsőhöz! Erre! Így vagyó! Ti menjetek, lifter! Csúszak le! Hogy is le! Oh! De hogy nem! Oh!
menekültünk? Még nem. Maga vezessen. Csökött agyú. Megbántottam valamivel? Szálljon be! Nincs még egy fölösleges galéria? Állítsák meg! Állítsák meg! Ó, Jézusom! Bocsánat! Atyám, de örülök, hogy itt van. Valóban? Egy ember haldoklik ott éppen. Azt persze nem tudom, hogy milyen felekezetű. De ártani biztos, hogy nem árthat. Nem mondaná neki egy pár szót? Dehogy nem, fiam. Hisz ez a dolgom. Vigaszt nyújtani a bajban, fényt a sötétségben, megnyugvást a kétségbeesésben. Atyám, ott fekszik a lépcsőn. Itt megvárom. Húzza el a beléd tűnés. És magával mi lesz? Bízza rá, mentse a saját királyát. Találkozunk még? Nem hallotta a pakolba. Atyám, én nagyon gondolom. Tempus fugit habeas corpus e pluribus unum, ipso facto caveat emptor flagrante delicto. Nolo contende ad este fidelis, hasta la vista. Amen. Trabucco! Mit mondott? Latinul volt. Azt jelenti, bocsáss meg, atyám, mert nagy az én vétkem. Nyugodj békében, fiam. Big George szerelés a labdával áttör a Baltimore-iak védelmén. Már a 38... Jó volt, fiúk! Gyerünk! Ez az! Ez az, fiúk! Ez az! Papuskám, láttad ezt a passzolást? Kezdőrúgás következik. Egy kicsit megpihenhetnek a játékosok, meg a közönség is, hiszen itt 29 fok van. Ez az. Így kell ezt, fiúk! A kezdés után Bradshaw szerezte vissza a labdát, egy hosszú passz előre Stavrosnak, aki ott áll a sarokban. Ő ma a legjobb, őt ma mindig helyzetbe lehet. Hurrá! Gól! Gól! Csónak! Csónak! Segítség! 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 Richard! Mister! Csónakban! Kuss legyen, nem érdekel! Jól van, Bradshaw, húzz bele! Kapd el! Gyerünk! Micsoda erő, akarat van ebben a fiúban! Teni most újra feldobni, pedig már csak 2 méter állt volna hátra. Most az újasznak számító Rick Moser. Mi a fenét műveli? Ah!
Ja, Istenem, azt hittem, már sose találom meg. Attól függ, kit keres? Az, hogy itt keresek? Magát, Rabukó. Ilyen nevű embert nem ismerek. Hogy nem ismeri ilyen nevűt? Na, ne meséljen nekem. 93 szigeten jártam, holnapokig kerestem. Sajnálom, de eltévesztette a címet. Kössétek ki a csónakját, adjatok neki egy gallon vizet, és menjen Isten hírével. Na, de az Istenért, hát nem ismer meg. Viktor Clooney. A tejbetök, a húgyagyú. Ja, persze, a vadbarom. Többek között. Most már megismer. Miért nem ezzel kezdtem? Egy pillanatra azt hiszem, hogy megbudjantam, hogy megártott a nap, vagy mikor utazik el? Hát nem mehetek el, hát keresnek. Én ugyan nem. A rendőrség szökésben vagyok. Gambolát nem varhatják a nyakába. Gambolát? Ugyan felrobbantottam a Tacskölő klinikát. Feleségestül, orvososztul? Az orvos visszament Kelet-Berlinbe. A feleségem meglépett a portással. Éveit vagyok. Majdnem oda vesztem. Majdnem nem számít. Ámulok, bámulok, valóságos trópusi paradicsom. Hogy tett rászert? Magóért csíptem meg, $1200. Azelőtt ez egy lepratelefont. És mi lett a leprásokkal? Az atomrobbantások miatt elköltöztették őket. Nagyon erős itt a sugárzás, sok a cápa, kanibálok is vannak. Kénytelen lesz elviselni. Mivel érdemeltem ezt ki? Tudja, hogy én is örülök, hogy látom, haver. De hogy itt nem kell ennyire elérzékenyülni. Ebéd, tálalva? Egy pillanat, egyel több szemére teríts. Vasorára is, meg reggelére is. Hol moshatok kezdet? Ja, majd ha ágyazol nekem, tegyél be egy deszkát a matrac alá. Fáj a hátam, tudod? Mikor kezdődik itt az esős évszak? Mondd csak, tatupu. Nem szokás errefelé emberáldozatot bemutatni, hogy belökik a pasit a vulkánba? Volt ilyen, de 200 éve nem. Nem kéne felújítani ezt a szokást? De ahhoz 3 dolog kell. Szökőév, telihold és egy szűzlány. Nem muszáj olyan finnyásnak lennünk. Oh,